A paszabi szőttes kialakulásának első lépései a Tisza szabályozásának időszakára vezethetők vissza. A 19. század vége felé alakultak ki az alapanyagot adó kender művelésének és megmunkálásának feltételei. A paszabiak a szükségből erényt kovácsoltak, a szűkösségből pedig kulturális gazdagságot és megélhetést teremtettek. Példát mutatva arra, hogy aki segít magán, azt az Isten is megsegíti, mondta a szőttes napok megnyitóján az országgyűlés elnöke, aki a múlt ápolásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Magyarként megmaradni Kárpát-medencében, és magyarként megmaradni Európában, és egyáltalán más fajta nemzethez tartozóknak a saját nemzetük tagjaiként megmaradni Európában csak úgy lehetséges, hogyha őrizzük a hagyományainkat, az emlékezetet a múltunkról, a kultúránkról, azt tesz bennünket azzá, amik vagyunk, és azt különböztet meg bennünket másoktól, akik lehet, hogy ugyanolyan értékeket hoztak létre, de azok másfajta értékek, azok nekik kedvesek, ezek pedig nekünk. És itt tehát nem csak egy hagyományőrzésről van szó, a szónak a legszűkebb értelmében, hanem a megmaradásért folytatott küzdelemnek egy nagyon finom, de mégiscsak nagyon fontos és pótolhatatlan küzdelméről. Paszap polgármestere szerint az elmúlt évtizedben a szőttes napoknak köszönhetően is sokat fejlődött a település. A település teljes arculatát meg tudta változtatni ez a szőttes nap, hiszen most már odafigyelünk azokra a részletekre is, ami valóban a népi hagyományokról szól, gondolok itt a kiállító pavilonokra is, amik szintén faragásokkal vannak tele, illetve a szőttes ház is teljesen megújult, és valóban úgy tudtunk rákészülni, hogy itt valóban a népművészeté legyen a főszerep. A rendezvényhez kapcsolódóan nyitották meg a megyei értéktár vándor kiállítást, amelynek 7. helyszíne Paszab. A 14 megyei érték közé az elmúlt év végén került be a paszabi szőttes. Egy-egy kis közösség tudja, hogy mire lehet büszke Paszabon nyilván. Mindenki tudja, hogy a paszabi szőttes milyen jelentőséggel bír a település életében, és a megyében is ismerte a paszabi szőttes neve, de számos más hasonló példát is mondhatnánk majd minden településéről a megyének. Fontos, hogy a helyi közösségek megbecsüljék azokat az értékeket, amelyek az elődöktől örököltek, hiszen aki tudja a múltját, ismeri a múltját, az építhet bátran a jövőre is. A tárlat a hónap végéig látható Paszabon, majd ebben az évben még pusztadoboson mutatkozik be a megyei értéktár kiállítás.